Játékos bemutató a Kovács Margit iskola tornatermében. Sorversennyel tesztelték a legújabb padlót, melyet hétfőn adtak át. Az önkormányzati segítséggel megvalósult bruttó 37 millió forintos beruházás régi álma volt az intézménynek, ahol rengeteg fiatal kosárlabdázik. A jó körülmények biztosítása pedig fontos a városnak és a sportkluboknak egyaránt. Az, hogy profi sportnak utánpótlás legyen, ahhoz a utánpótlás nevelés, a fiataloknak a sportba való bevonása az rendkívül fontos és elengedhetetlen, és nem csak mint polgármester, hanem mint orvos is azt mondom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen körülmények között sportolnak a gyerekek, és pontosan a kosárlabdánál az, hogy milyen padozaton játszanak a gyerekek, és rendkívül fontos, hogy ne tapadjon le a lábuk, ne csúszson az a padozat. Nagyon fontos nekünk, hogy picit vissza tudjunk forgatni, és az utánpótlásba is próbáljuk a társasági adó kedvezményt és pályázati rendszert erre használni. Ugye egy háromütemes projektet valósítottunk meg, kezdtük a Tulipános iskola termének a talajfelújításával, egy kültéri kosárlabdapálya központ létrehozásával Adivárosba, és most pedig a teljes modernizációjával a Kovács Margit általános iskolának a sportpadlójának. Az Uni Győr utánpótlásában 350-400 gyerek sportol. Elmondható, hogy népszerű a sportág, legyen szó verseny vagy szabadidő sportról. A kosárlabda egy rendkívül népszerű sport a fiatalok körében, akár a streetballt nézzük, az is rendkívül népszerű. Hát ez is hullámzó egyébként, de ahogy látjuk, rengeteg gyerek vesz részt most az edzésen, és ebből látszik, hogy a gyerek körében rendkívül népszerű. Azt, hogy a profi sport éppen mennyire sikeres, ez rengeteg mindenen múlik, de hogyha nincsenek meg az alapok, nincs megfelelő utánpótlás, akkor biztos sikertelenség lenne ítélve, és hát öröm nézni azt, hogy egy gyerek sportol. Most azért hosszú évek óta van nekünk stratégiai együttműködésünk, standard iskolákkal és intézményekkel, szerintem jól működik, és megértjük egymást. Nem csak egy egyesület és iskola kapcsolat, hanem próbálunk partner és szakmai kapcsolatot is építeni az intézményekkel és intézményi vezetőkkel, itt az ott dolgozó edző, illetve testnevelő kollégákkal, és próbálunk a mindennapos nevelésnek a részévé válni, és talán ez az utóbbi években azért sikerre viszi az utánpótlásunkat, hiszen népszerű, és gyakorlatilag a beiskolázás, a kosárlabda akadémia történő beiskolázás létszáma évről évre ugyanazt stagnál, tehát nem csökkent, és ez már nagy eredmény. Dr. Dézsi Csaba András az Avatón elmondta, a profi sportot támogató szponzorok szerencsére úgy érzik, hogy az utánpótlásba is érdemes befektetni, hiszen aki a jövőre gondol, az a jelenben a fiatalokat támogatja. Fontos, hogy a győri támogatókban megvan ez a szemlélet.